Csontos Bata Márta, a szervezet elnöke elmondta, hogy non-profit szervezetként mindig is, a koronavírus járvány óta pedig különösen nagy gondot okoz nekik a többi között a fiatalok étkeztetése. Ebből a célból született meg az akció ötlete. Ezen kívül a fiatalok fele kombival jár a foglalkoztató műhelybe, és a benzinköltség is gondot okoz. Korábban a Vörös Kereszt támogatta a fiatalok reggeliztetését és uzsonnáztatását, mert egy külföldi projekton keresztül, de ez véget ért sajnos, és akkor rájuk már nem számíthatunk. Azt is el kell mondani, hogy a Bratya Pékségtől is kapunk némi támogatást, adományt, de egyre szűkösebb sajnos ez is, és ki kell egészíteni, mert nem tehetünk csak kenyeret az asztalra. A nyár végén a szervezet egy felhívásban a polgárokhoz fordult. Arra kértük a lakosságot, hogy ne dobják ki az otthon felgyülemlett műanyagüvegeket, alumíniumdobozokat, hanem hozzák el nekünk. E felhívás kapcsán nagyon sokan megkerestek, és azóta is nagyon sokan gyűjtik számunkra ezeket a dolgokat. A segíteni vágyók a felgyülemlett szelektív hulladékot az Egyesület székházának udvarában tehetik le, illetve anyagilag is támogathatják a szervezetet a város területén több helyen elhelyezett gyűjtődobozoknál.